Legutóbbi alkalommal a falu napra látogattunk ide Bajsára, amikor is Lackovics Károly, a bajsai helyi közösség tanácsának elnöke elmondta, hogy megkezdődtek nagyobb munkálatok a faluban. Melyek ezek a munkálatok, miket emel neki? Tehát, ahogy látszik itt a színhelyen, sikerült ezt a Zákina utcának a betonozását befejezni. Szeretnénk a következő időben ezt folytatni, tehát a Marshall Tito utcát is, bár ott, ahol a szakaszok valójában rosszak. Terve van a piactér betonozása is, tehát a piacteret szeretnénk egy olyan kulturális helyre fölemelni, hogy ez tényleg minden rendezvényre is alkalmas lenne. Időközben az árokpucolások, tudjuk, hogy nagy károkat okozott az árvíz a múlt időszakban is. Ez egyszerűen nagyon fontos volt, hogy ezeket a dolgokat megoldjuk. El kell mondani, hogy egy közbeszerzésnek véget ért, tehát várjuk a pár napot, hogy lejárjanak ezek a folyamatok, és folytatni fogjuk minden utcát, mindenhol, ahol problémák vannak, meg fogjuk oldani, de fölkérném a polgároknak a figyelmét, hogy lehetőségük szerint tartsák karba a házuk előtt az atmoszférkanalizációnak a rendbetevését. Utána egy közbeszerzés szintén végrehoztunk, három utcát újra vízvezetékkel el fogjuk látni, fejezzük be azokat a dolgokat, ami tavarról fönnmaradt, úgyhogy ezek a munkálatok, ezek folyamatban vannak, és remélem, hogy ez hamarosan, meg őszig be fognak fejeződni. A könyvtár és az emlékmű előtti tér rendezése is megkezdődött. Igen, ezt a körül az emlékmű előtt egy kicsit revitalizáltuk. Itt vannak még terveink, hogy ezt végre visszük, tehát a zöld felületek felújítása, ehhez a piactér is, a játszótér is, és ez a parkrész is hozzájárul, úgyhogy szeretnénk, hogy ebbe a parkrészibe is egy szép helyet kapjunk, ahol a bajsaiak és a vendégek mindig jól érezik magukat. A napokban a bajsai helyi közösség gépparkja is bővült egy új gépezettel. Mi ez és milyen funkciókat lát el? Igen, egy modern fükaszállót kaptunk, vagyis kettőt, egy válassat és egy traktorost. A mezőgazdasági pénzekből a fükaszállásra vannak ezek az eszközök kiválasztva. Lehet, hogy még az az érdekes, hogy ezzel a géppel rendőtünk hótúrót, hogy a járdákat a télen tudjuk ezekkel is tisztítani, úgyhogy remélem, hogy ebből is egy minőséget kapunk. Nyári szünidőben az iskola torna termének a felújítása is tervben van, igaz? Igen, mivel az iskoláknak a felújítására a községi szinten sokkal kevesebb pénzek lesznek, tehát a költségvetés ezt így diktálja. Mi előzetesen megbeszéltük, hogy a nyári hónapban bár a tornateremnek a parkettáját felújítjuk, hogy ez egy tiszta hely legyen, ahol a gyerekeink tudnak sportolni, és hát a mindennapi tevékenységeket elvégezni.
pár héttel ezelőtt elkezdődött a Bajsai Evangélikus templom felújítása. Mit mondhatunk el erről? Mikor kezdődtek a munkálatok, és milyen munkálatok zajlanak? A Bajsai Evangélikus templom jelen pillanatban javítás alatt áll. A munkálatok körülbelül egy 2-3 héttel ezelőtt kezdődtek. Az eredeti tervek szerint ez úgy nézett ki, hogy a templomot elszigeteljük, mert itt egy 200 éves épületről van szó. Ennek a templomnak az alapkövét 1823-ban rakták le, tehát a falak nyilván nedvesek, meg utolérte a salétrom, és így tovább. Tehát szükség mutatkozott arra, hogy ha javítani akarjuk, akkor valahol az első lépés ez, hogy a falakat elszigeteljük. Úgyhogy ezeket a munkálatokat megkezdte egy zombori vállalat, és amint látható, ez most már a végéhez is ér, tehát ezek a munkálatok befejeződtek. De ahogy ez lenni szokott itt nagy javítások alkalmával, az egyik munka hozza a másikat. Tehát amikor elkezdődtek a munkálatok, akkor a padokat elhúzták a falaktól, mert ezek a padok egészen a falakhoz igazodtak. És utána látszott meg az, hogy a padoknak az alja, tehát a deszkák már korhadtak, recsegnek, ropognak, és hát szükség mutatkozik arra, hogy a padokat is megjavítsák. Egyébként pedig hát megláttuk a 200 éves téglákat a padok alatt, ugyanis ilyen nagyon nagy méretű téglával volt ez beletéglázva. És hát nyilván a 200 éves szagok is megjelentek, és a mesterek tettek akkor egy olyan javaslatot, hogy ha már így elhúztuk a padokat, meg ha már működünk, meg javítunk, akkor próbáljuk meg ezt is megjavítani, tehát ez azt jelenti, hogy akkor a templom padlózatát is le kellene betonozni, és hát a padokat megjavítani. Na, a padokat most elvitték Topolyára, tehát ezeket kijavítják, és át is festik, és hasonlóképpen várjuk most a mestereket, tehát egy másik csapatot, aki folytatja azután a kőműves munkálatokat és a betonozást. Milyen alkalomból készül a templom javítása? Egyértelmű, hogy már szükség volt erre mindenképpen, de egy ünnepség is közeledik. Hát igen, több ünnepség is közeledik, helyesebben mondva. Most az idei esztendőben augusztus 31-én lesz egy ilyen nagy missziós nap itt ebben a templomban, ami azt jelenti, hogy a bácskai evangélikus gyülekezeteknek lesz a missziós napja, de ezek most csak a szlovák nyelvű gyülekezetek, tehát ezt a meghatározást kapja. De ezen kívül a templomot készítjük még a 17-es évre is, amikor ugye a reformáció 500. évfordulója lesz, és erre már minden evangélikus gyülekezet nagyon nagy erővel készül, úgyhogy a világban is azt tapasztaljuk, hogy fákat ültetnek, rajzfilmet készítenek, ismertető füzeteket adnak ki a fiatalok, vagy a gyerekek számára a reformációval kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mi is a reformáció, tehát erre is készülünk. Úgyhogy hát több ünnepség is lesz. Egyébként meg a 23-as esztendőre is, mert ugye akkor lesz maga a templom épület 200 éves. Úgyhogy ezt szeretnénk nagy ünnepséggel megünnepelni. Egyébként csak így margószélre megjegyezném azt is, hogy itt a munkások is, meg a gyülekezeti tagok is erről hát ilyen mély tisztelettel gondolkodtak, hogy az előttünk 200 éve itt járók, meg itt építők, mit éreztek, hogy voltak felöltözve, hogyan gondolkodtak, hogy templomot építsenek, és valahol, amikor megláttuk az alján ezeket a régi téglákat, akkor láttunk itt egy ilyen összekötetést, tehát a következő generáció folytatja úgy a templom, mint a gyülekezet építés, tehát a hitnek a továbbvitelét. Milyen anyagi forrásokból tudták kivitelezni ezeket a felújításokat? Ezeket a templom felújítási munkálatokat most egy szponzornak a segítségével, történetesen Zsemberi Jánosnak a segítségével valósítjuk meg. Ő a gyülekezet felügyelő helyettese, tehát ő vállalta azt, hogy más anyagi forrás hiány jelen pillanatban ő vállalja a szigetelésnek a költségeit.
De, mint említettem, tehát a szigetelésen kívül más munkálatok is mutatkoztak, tehát megkérdeztük tőle, hogy akkor vállalja-e ezeket is. És ő azt mondta, hogy ez sokszorosan felülírja tehát az eredeti költségeket, de hogy szívesen vállalja ezt is, úgyhogy hát meglátjuk, mi az, ami ebbe belefér majd, és hogy lesz. Egyébként még néhány szóban az ő családjáról, ugyanis maga a gyülekezet gyökerei, tehát nem a templom, hanem a gyülekezet, hangsúlyozom a különbséget. Ott 1720-ban van említve, tehát az első telepesek akkor érkeztek ide, és az anyakönyveink szerint a legelső családok között volt a zsemberi család is. Egyébként az ő édesapja a gyülekezet felügyelője volt, hosszú éves felügyelője, azon kívül a zsinati presbitériumnak is egyik tagja, tehát a zsemberi család egyértelműen a gyülekezet nagy pártfogója és segítője.